Böttyösek, csíkosak, sárgák, fehérek, lilák. Ilyen színpompás orchideákat termesztenek Dombóvár és Kaposszegcső határában, méghozzá fenntartható, klímabarát módon. Nekiálltunk 2006-ban kidolgozni egy lehetőleg komplex rendszert, amit aztán a mai napig próbálunk megvalósítani, és ennek keretében valósítottuk meg a biogázüzemet, építettük meg az etanolgyárat, és ez egésznek a hulladékhőjének felhasználására hoztuk létre az orchidea kertészetet. Mielőtt azonban a trópusi eredetű dísznövényekről beszélnénk, a teljes rendszer megismeréséhez a szántóföldön kell kezdeni történetünket, hiszen minden a hagyományos növénytermesztéssel kezdődött. Előfordulhat, hogy toxinos lesz a kukorica, ami emberi állati fogyasztásra alkalmatlan, valamilyen szinten mérgező lehet. Ezeket mi be tudjuk vinni a bioetanol üzembe, biogázüzembe, és ott tovább tudjuk ezt hasznosítani. A gombás termény tehát nem céltalanul semmisítik meg, hanem a biogázüzemben összeöntik a környék állattartó telepeiről származó szerves trágyával és híg trágyával, valamint a bioetanol üzemben hulladékként keletkező szeszmoslékkal. Ezek fermentálásával, erjesztésével magas metántartalmú gázt hoznak létre 55 Celsius fokon. Ez a gáz hajtja meg a két együttesen 1,6 megawattórás motort, ami villamos energiát állít elő. A folyamat során viszont nagy mennyiségű hőenergia is termelődik. A maradék hőnek körülbelül a 30%-át a bioetanol üzemben a cefre fűtésére hasznosítják, illetve a fönnmaradó mennyiséget pedig az orchidea kertészet teljes körű fűtésrendszere használja föl. Miért jó ez nekünk is? Mert a gázmotoroknak, hogyha nem lenne ekkora fűtésköre, nem tudnánk ennyi helyre leadni a hőt, akkor nem is tudnának ilyen teljesítményen működni. A biogáz üzem másik mellékterméke az erjedés után visszamaradt barnalé, mindezek után visszakerül a szántóföldekre, ami teljessé teszi a körforgást, javítja a talajt, növeli a különböző növénykultúrák termés átlagait. A kukorica mellett ugyanis sok más is növekszik a Dombóvár környéki földeken. A kapos árterében például energiafűz, aminek elégetésével szintén a bioetanol üzemet működtetik. A végtermékünk az egy ilyen 96%-os nyerszesz, amit Németországba, Olaszországba, Ausztriába, Lengyelországba szállítunk ki tovább feldolgozásra. Miután megismerkedhetünk a komplex, körforgáson alapuló rendszerrel, térjünk vissza a színpompás orchideákhoz, amelyek életük első heteiben lombikban, majd szivacstálcán fejlődnek. Ez a 20 hetes orchidea mutatva ekkora, ebből kezdjük mi, mint nagyüzemi célú termesztés. Eddig csak és kizárólag labor minőségben szabad csak dolgozni a növénnyel a fertőzés veszély miatt. Mire elérik a virágzáshoz szükséges kort, már nagyjából 2 évesek. A sikeres termesztéshez azonban a Phalaenopsis orchideák minden speciális igényét ki kell elégíteni. Ez egy full automatizált üvegház, a szellőztetés, az árnyékolás, a párásítás, a világítás, fűtés mind-mind vezérelve, számítógépen keresztül történik. De hogyan lehetnek ennyire szépek és ennyire sokszínűek a Dombóvár határában növekvő orchideák? A ma ismert változatok már többnyire a nemesítő kitartó, precíz és szakszerű munkáját dicsérik. A legtöbb színkombináció természetben nem is fordul elő. A legújabb kombinációk közé tartoznak általában a sárga alapon pöttyös és a különböző más egyéb alapon pöttyös, csíkos verziók. A fehér, rózsaszín és lila, bordó, ezek a kicsit régebbi változatok, és ezeknek a különböző mutagén hatás révén előjött variációknak a felszaporításával jönnek létre az újabbnál újabb színkombinációk. Nagyon nehéz a sárga alapon megcsinálni valamit, mert nem egy természetes szín az orchideának, illetve a vanília félék családjában ez a sárga, ez ugye megtalálható volt, de ez is egy alapból egy spontán színmutáció volt, amivel a sárgát létrehozták. Egy nagyon nehezen előállítható színkombináció. Főleg ez a sárga-zöldes, és utána lett rárakva ez a pöttyös változat, ugye ez már egy keresztezéssel, mert ez fehér alapon megtalálható,
volt már régebben, és akkor ebből a kettőből sikerült összehozni, de egy recesszív gént kellett dominánssá tenni. Egy ilyen profi üvegházban persze adott a legfontosabb kérdés. Ha már otthonunkba került egy orchidea, azzal mit is kell kezdenünk, hogy minél tovább lakásunk, házunk ékessége lehessen. Érdemes például a növényt olyan helyre rakni, ahol nem éri közvetlenül a déli napfény, de reggel és este sütkérezhet a látsugarakban. Az öntözése mindenképpen áztatva történjen, felül a levelek közét, és ne érje víz. Áztatva 5-10 perc egy nap, hetente, 10 naponta bőven elég neki. A színpompás trópusi növények a megfelelő törődés mellett nagyon sokáig díszíthetik otthonunkat. A dombovári orchideák ráadásul nem csak a magyar embereket tehetik boldoggá, hiszen a napokban Gánába is szállítanak virágot Tolna megyéből, és a célországok sora várhatóan bővülni is fog.